1977 márciusában győzött itt a Ferencváros. Egyetlen egyszer az élvonalban Nyilasi és Pogány góljával 2-0-ra. Az viszont nem rossz, Szomáliától pattan el messzire a labda. Bönig. Jó lövés, Ranilovic. Józsi küldte kapura. Markus megelőzte Böniget. Buzsáki eljön onnan. Józsi tette be, és mellé megy a fejes. Csukics. Okukára viszi rá Szomália. Buzsáki csapódott lefelé a labda, nem volt veszélytelen. Buzsáki. Nem rossz, de annyira nem is jó, hogy igazi veszélyt jelentsen a kapura. Babics. Józsin változtat irányt a labda, így jó igazán Markusnak. Gól! Óriási szerencsével került oda Markushoz a labda Józsiról. Az ő lövése után pedig nagyjából odament, ahol jobban helyezkedett. Most pedig befejelik mögé a labdát. Böle visszaveszi, mekkora védés Jovától, és még egy! Szenzációs védések most Jova Leventétől, hogyha benne volt a kapott gólban, akkor most kétszer is nagyon nagyot védett. Buzsáki. Holman. Zámbó egy picit megtolja a levegőben. Diallo. Pálport meg Pavlovicsot tette odébb. Böde! Ben van! És Böde mutatja, hogy siessenek, hozzák a labdát, van még idő. A 89. percben egyenlít Böde Dániel. Bönig. Böde középre. Holman milyen jól vette át Ranilovic. Óriási védés. Már ott van a síp a játékvezető szájában, és lefújja a meccset. Döntetlen lett, úgy indultunk neki, hogy a döntetlen senkinek sem jó.